Jó reggelt kívánok, buongiorno, good morning, Passo dello Stelvio, curve number 10 again, as most of the time. Chili's mom, szia! Jó reggelt kívánok! Dobro jutro, Mirko! Afrikás Krisz, micsoda korai kezdés, oda néz! Szép jó reggelt neked is! Szurkoljatok, ne legyen ma motoremelés! Volt már egy kis filmezés itt előtte, reggel drónozással kezdtem, utána a YouTube-ra megcsináltam a szokásos, most már harmadik részt, a reggeli bemelegítést, amit 16.90 és 4K-ban rögzítek. Nem vettem le a másik mikrofont. Így átkapcsolom monóra. És leveszem, ide szoktam föltenni, nézzétek csak, kis titkokat elárulok, ide szoktam föltenni a másik mikrofont. A 4K-s felvételhez, hogy szép sztereó legyen. De ilyenkor már nem kell. Úgyhogy ezt ki is kapcsolom. Úgy. El is rakom. Úgy. Maradjunk vissza. Ha füvesed ma. Krisz, szia Tomi, jó reggelt. Zsolti, szia. Yesterday was a crazy one. Completely agree. Mirko, it's not easy for me if you are not saying it in English. No, I don't speak your language. Rímálom, hello, bello, jó reggelt kívánok! Benyó, bohóc, szevasz! Viewer, hello, good morning for you! What language was that, Mirko? Is that Serbian? Halihó Zsolt. Bruno, jó reggelt. Horvát nyelv volt. Serbian Croatian. Thank you so much. Unokatesó még vajdasági magyarok, úgyhogy azért van a családban olyan, aki beszél szerbül, de én nem beszélek szerbül, sajnos, pedig tök jó lenne azt is beszélni. Ali, ali, ali! Na, Robi, te is vajdasági vagy. Ők Kuláról származnak egyébként. És még mindig sokan laknak Kulán a családból, úgyhogy még mindig vannak ott rokonok. Ez tőled 25 kilométer.
akkor félig meddig földi vagy, te rád is lehet mondani, vagy mondhatjuk egymásra, hogy földiek vagyunk. Zsolta rendez matricát, ez mikor jött meg a bringán váza megsérült, nagyon kéne a raktapaszt, és elég gyorsan kipostázzuk már a matricákat, mert csak utolsó darabok vannak ebből a nagyobb szériából, amik ilyen csomagban kerülnek kiküldésre, és akkor utána kezdődik majd a darabos árulás, de lesz valószínű majd olyan is, hogy ami csak raktapasz. De ha most rendeled, van ugye, hogyha bringás, akkor van kifejezetten bringás csomag, az az Ali csomag. Gyorsan, szerintem Magyarországon, hát kb. Egy hét alatt megkapod. Postázunk külföldre is, persze. Nagyon sokan rendeltek már külföldről is, szerencsére. Legutoljára éppen például Norvégiából, és mindig szeretem megnézni, hogy melyik városból rendelik, és ez ráadásul Norvégiának az északi részéről jött ez a rendelés, elképesztő ott a táj, olyan csodaszép. Kicsit elutaztam oda fejben. Ablak legyen nyitva, mert fénypostával küldi. Befújhatnád a kanyart szilikon sprével, amikor senki nem nézne. Mert ugye, hát gondolom, mat szilikon sprére gondolsz, hogy ne csillogjon be. A reggeli fény az ilyen. Chris Grazba szerintem gyorsan kiér. Hello Martin. Csomagot rendeltél, ezzel is támogatsz bennünket. Egyébként valóban ez az egyik legjobb módja a kanyarfotó támogatásnak, hogyha a szolgáltatásainkat igénybe veszitek, vásároltok tőlünk fotót, vásároltok tőlünk matricát. Nagyjából ennyi. A fotókat ugye lehet, hát nem csak matrica van, van minden túró a merchandise-ban, ott érdemes körbenézni, van bögre póló, stelviós póló is van, és egyre több és több dolog lesz, de most például nyar a rendszergazdánk, úgyhogy most azért nem kerültek már föl. Például a bajnai matricák már darabos kiszerelésben, mert nincsen itthon, megjöttek egyébként a mátrai matricák is, úgyhogy most már mátrai matricák is lesznek kaphatóak, nem így előrendelésben, hanem rendesen darabonként, nagyon nagyon király matricák vannak a mátrából is, nagyon sok már ilyen fényes matrica, én ezt nagyon szeretem. Ali, Ali, Ali! És elég sok a darabos kiszerelésekben már ilyen nagyon extrém kinéző nyomtatással készült. Ugye többek között ezért volt ez az előrendelési ár, mert próbálkoztunk különböző fajta matricákkal, különböző nyomtatási módszerekkel, cégekkel, hogy megtaláljuk a legdögösebbet, szerintem azért sikerült, hú, de be csillanott az a pont a visszapillantója annak a ezének. Jó, ez Murphy, ezt hogy intézte ezt, hogy pont úgy bírta leparkolni az a srác a motorját, hogy telibe veri a szememet a visszapillantója, ki is cserélem a napszemüvegemre, persze, hogy ilyenkor jönnek. Ali, Ali, Ali! Úgy. Hold on a second, I'm just changing my glasses. Became way too sunny to handle it.
Gyerünk föl egy kicsit, nem? Így ide. Gáborom, jó reggelt! Üdv ismét! Zuzu, szia! Az a hóesés mikor volt? Melyik hóesés, Robi? Azért elmeg, mert fölmásztam. Nem biztos, hogy hozzám állt már ám meg. Biztos, hogy nem hozzám állt meg. Nem tudom, itt mi volt. Grüezi. Aus der Schweiz. Hoi. O-S. O-S. Jól elbújtam tőle. Ó, oh, Murphy, 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 Murphy. Még valaki nem akar pont most jönni? Amikor megáll minden autó itt a kanyarban? Mi az, ami kattog a hete? Grüzzi, az úgy kell mondani, hogy grüzzi, akkor grüzzi. Szevasz Csaba, jó reggelt kívánok! Varrógép kattog. Szerintem azért, hogy mi kattog a háttérben, ez talán annyira nem nehéz kitalálni a Kanyarfotó csatornáján. Ez a fotó, szó ez némileg árulkodik. Hogy mi kattoghat. Irónia volt. Robi, reméltem is. Részemről is azért jött rá az ironikus válasz. Egyébként olyan idő van, mint tegnap, te 10 fok van. Én fölvettem a motoros gatyám alá az aláöltöző nadrágot is, hogy ne fázzak, mert tegnap kicsit fáztam, amikor nem sütött rám a nap. Most rám süt a nap. Nyilván ez csak azért van, mert fölvettem az aláöltözőgatját, mert így meg egy kicsit meleg. De hát ez egy ilyen játék itt a hegyekben. Fölül van rajtam összesen
négy réteg, csak hogy ugye el tudjátok képzelni, hogy milyen időjárás van pontosan, egy ilyen technikai aláöltöző, egy kurvafotós póló, egy pulcsi, meg egy tavaszi jacky. Így vagyok felöltözve. Megnézném, hogy hogy varsz odafönt. Nem is tudtad, hogy fényképezés közben is lehet varni. Hát ezt lábbal hajtom. Lábbal hajtó savarógép. És egyébként a motoros kesztyűmre szó szerint ráférne a varrás, mert ez ugyanez most egy másik, ami rajtam van, ez a kicsit melegebb kesztyűm, ez még jól bírja. De a másik motoros kesztyűmet nem is a motorozás készítette ki, hanem a fényképezéstől lukadtak ki az ujjai, hihetetlen, mind a két mutató ujja kilukadt, pedig idei kesztyű, friss kesztyű volt, aztán eddig bírta. Nem fényképezésre találták, úgy látszik, hanem gázhúzásra. Ciao Vincenzo, buongiorno! Bestoppolod, meddig tartasz neked? Ma versenyszliggumival mentél föl, ez az utolsó napom motoron, most már nem fogjátok többet látni fönt a hegyen. Mert nagyon elkopott már a hátulja, de ma még fel akartam vele jönni. Voltak terveim, hogy azt fölveszek itt néhány kanyarívet, egyelőre még nem sikerült, de majd lehet, hogy lefele menet sikerülni fog. Megálltam itt ebben a kanyarban, hogy drónnal felvegyem, ahogy különböző módon bekanyarodom itt ebben a kanyaron, hogy megmutassam, hogy melyik a jó, melyik a rossz példa, de annyian lettek ilyen 9 óra magasságában, tele volt például a selfie terasz, hogy nem kezdtem el itt nyomni a sót, úgyhogy csak simán drónoztam, egy pár felvételt készítettem, majd nyilván ezeket megfelelő körítésben megmutatom nektek, megmutatjuk nektek. Szezon végén van mindig egy ilyen drónozós videó, amiben elköszönünk idénre a Stelvio Pass-tól, de ez még csak szeptember végén várható, addig ki lesznek ugye a kollégáim. Most még egyelőre csak én fogok elköszönni tőle. Mindig úgy már összeszorul a fenekem, amikor meglátom, hogy elkezd valaki lassulni, és a jobb lábát elkezdi letenni a kanyarba. Tényleg most már összerázkodom lassan ettől. Nekem ez sok volt ez a szezon, nagyon sok ilyen esetet már végignéztem. És bevallom őszintén, hogy már nem kívánom egyáltalán. Nagyon csinos nadrágban volt az előző kis jány azon a motoron, de úgy eszembe jutott a tegnapi kis hölgyike is, aki leesett a sima farmer nadrágban a motorról, úgy jól oda csapta magát az aszfalthoz, hogy nem kell ám ahhoz csúszni, állé, hogy nagyon fájos legyen egy ilyen cica nadrágban, így lendületből leesni itt az aszfaltra egy motor hátsó üléséről, azért az nagyon oda bírja verni az embernek a combját. Ugye egy-egy ilyen motoros gatyában azért van némi derék protektor is. Mert ez enyémben épp nincsen, mert a Shoxban, amikor otthon voltam, pont nem volt. Na ja, hazamegyek, akkor majd megrendelem hozzá.
Audi mikor kapja meg a Lidlis matricát? Csabikám, szia! Jó reggelt kívánok! De jó látni a nevedet. Már nem sokára otthon vagyok nálatok. István, szevasz! Audin nem lesz matricázás, egy kis szolid kanyarfotó.com felirat van rajta, de nagyon más nem fogok. Integetett, olyan szép ez az autó, hogy le is fotózom akkor. Integetett belőle. Arra nem rakok ilyet. Az maradt piros, ez pirosan is eléggé feltűnő, és nincs is olyan nagyon sok ilyen piros Q5-ös, úgyhogy szerintem azt meg fogjátok így is, úgy is, amúgy is ismerni. Ha a sebességed nagyobb, mint 0 km per óra, akkor lábtartón van a lábadnak a helye, így ahogy mondod. Ezt ki kellene írni ide egy Molinóra kanyarban. Üdv Hajdúszoboszlóra innen, szevasz János! Nézem, hogy kik köszönnek be. Giovanni kérdezett, hogy nem húztam-e meg magam egyszer sem motorállítás közben, miközben segítettél. Ilyen kicsi mikro meghúzások voltak, de hogy úgy éreztem. Éreztem utána a derekamat, meg a hátamat. Most, hogy így kérdezted, egy kicsit most is érzem még a tegnapi napot, de most már azért nagyon odafigyelek rá. Az nagyon rossz volt, aki ott borult föl, és kamerával a nyakamba szaladtam oda hozzá. Na. Csecse. Szóval az nagyon rossz volt ez a fölboruló motor, mert ott menteni kellett az ürgét ki alóla, és ott félkézzel próbáltam egy kicsit megemelni, amíg kibír alóla bújni, és az nem az a technika, amit alkalmazni kell motor felállításhoz. Nagykun Szent Jánosra is megy a hello. Erdélybe is, szevasz Sándor! Pécsről is üdv! Innen is Pécsre. Mikor megyünk a meccsekbe? Remélem most már hamarosan ott is feltűnünk. Én nagyon szeretek oda járni Pécsre. Nagyon szerettem a meccseket. Biztos, hogy ősszel leszünk ott, leszek ott én is, tuti. Nincs-e melegem? Kérdezed. Pali, az a fehér mi volt pedig? Azt, annak megjegyeztem a nevét a múltkor. Azt BMW alapra építi egy, azt hiszem, német cég. Wiesmann talán, vagy valami ilyesmi. Pedig a múltkor tudtam a nevét, de már nem tudom. Pali, nincs melegem, kézed, de hogy... Na. Rossz helyre tettem a szemem, vagy mi volt? Mert nem láttam a keresőbe semmit. 10 fok van itt, úgyhogy én sok réteg ruhában ülök. Ez a Stelvio Pass, és én 2545 méter magasan ülök. Nagyon jó melegen süt egyébként a nap, de hogyha elbújik a nap egy felhő mögött, oda nézzetek, mekkora csíkot húzott a repülő. Chemtrail hívők összefélhetik magukat. Szóval, hogyha elbújik a nap a felhő mögé, akkor rendesen hűvös van. Tegnap még diderektem is, annyira hűvös volt, úgyhogy ma egy réteggel többet vettem föl, mint tegnap. Jó nagy csík, biztos fékezett. Gáborom itt van, igen, Wiesmann. Jó van, akkor jól emlékeztem. Villany Merci Zsolti, jó reggelt kívánok! Tomi írott, hogy szombaton voltunk itt, de mennék vissza már, ez ilyen.
Nekem is tudja, hogy nagyon-nagyon fog hiányozni, amikor majd lelépek innen. Ugye 29-én autózom haza, 28-án van az utolsó élő adás innen a Stelvio Passról, írjátok föl valahova. Hol látom, hogy mikor, merre, vagy ki szoktuk posztolni, TikTokon is ki szoktuk posztolni, Facebookon is, Instagramon is, és a honlapunkon is van egy naptár funkció, és néhány nappal előtte megjelenik egyébként, hogy mikor, hol fogunk lenni. Ugye mostanában nincs annyira magabiztos időjárás, úgyhogy eléggé későn szoktuk kitenni, nagyjából 24 órával az esemény előtt, de most például meg tudom nektek árulni ezt a titkot, hogy lesz dobogókön, szombat-vasárnapot lesz a Miki mindkét nap fölmegy, és azt hiszem, hogy délutáni időpontot mondod, de erről is ma majd ki fog kerülni a poszt. Allé, allé, allé! Buongiorno! Tomi írott, hogy nem biztos, hogy emlékszem rátok. XR-rel voltatok meg. Mi volt a másik? KTM 1290-nel. Nagyon-nagyon sokan megálltatok nálam, hála Istennek. Eddig is szerintem ma se lesz ez másképpen. Szépen el is fogytak már a matricáim, de azért ma is föltöltöttem a borítékot, úgyhogy van. Van ma is annak, aki megáll. És majd fölfrissítem az összes memóriámat, ami volt, hiszen ezeket az élő adásokat sokkal komolyabban föl fogom dolgozni ősszel, télen. Keresztül fogok menni rajtuk, minden érdekes részt ki fogok belőle szedni, és meg lesz nektek újra mutatva, hogy együtt újra átélhessük ezeket a napokat. A téli hidegebb időben milyen jól fog az jönni. Végre ott jön egy Porsche. Egy Merci. Meg még egy Porsche, mert a Porsche sose jön egyedül. A Porsche nem csak drága, hanem félősök is szerintem a Porsche tulajok, azért van az, hogy mindig bandába tömörülnek, és többen jönnek egyszerre Porsche-val. Élőben csak én vagyok, igen. És akkor idén már nem is lesz több live, lesz majd idén live, csak hazai, meg ott környékbeli szlovák, osztrák kanyarokból is leginkább hétvégén. Aztán a többi az még gondolkodás alatt van, hogy mi legyen. Ezek a hétköznapi live-ok azért nem tudom, hogy ilyenkor mi történik, hogy miért nem kapcsol be a kijelző. Most bekapcsolt, ezt miért csinálja vajon? Ezekről most mind lemaradtam, mert kikapcsolt a kijelzőm. Ez a Csákvár sörét Kárpótól. Passo dello Stelvio vagyok, this is Passo dello Stelvio. Ladies and gentlemen from North Italy. To be super precise, this is Prato side of Stelvio Pass. Curve number 10 on 2545 meters. And this pass is still the highest
Up in Pass in Italy, it goes up to 2758. We have beautiful mountain peak up there, that's Ortler, 3906 meters high. It's big, very big. Jó fejn, de erre biztos valami beállítási hisztériák vannak, ezt majd kinyomozom. És csak azt remélem, hogy nem lesznek ekkora szünetek, és akkor nem lesz ez a probléma, hogy elhalványodik, de az is lehet, hogy nem tudom, nem jól nézek bele. Szlovákiában hova jársz fotózni? Pezinszka babán szoktunk előfordulni. Ugye az Pozsony mellett van. És Banská Bystrica, Beszterce bánya mellett is szokott lenni néha fotózás, szerintem Pezinszka baba lesz idén ősszel, néhány alkalommal szinte biztos. Ezeken a helyeken hirdetem az embereknek, nézd csak meg. Hát a fekete autó, igen, ez kevéssé látványos ilyen fényben, így van hirdetve az embereknek, ki van téve a molinónk a kanyarban. És akkor csak ott van. Az alapján nyilván meg tudnak találni. Kiveszem a névjegykártyát most, hogy így rákérdeztél erre, hogy ott legyen. Ott legyen a közelemben. Nekik lefele is nagyon tetszett, hogy lefotóztam ezt elviót. Fölfele is lefotózom őket. Kis mikrofont kicsit bepozicionálom újra, mert így. BMW Rally, áldassék a gyümölcs, hogy vagyunk, hogy vagyunk. Nagyjából minden a legnagyobb rendben. Bánó Zoli, neked se köszöntem, Dávid, buongiorno. Agnese, buongiorno. Allez, allez, allez!
egy késői elézés, hogy akkor jó beelézni, amikor még szembe van a bringás. Jó munkát, szevasz István! Jövő héten más géppel megyünk a matricáért. Jövő héten kérlek szépen, én szerdán vagyok utoljára, de a kollégáim itt lesznek, náluk is van matrica. De ha szerdáig jöttök másik dologgal, akkor ugyanúgy itt találkozunk. Nagyjából a 10-es kanyarban, lehet, hogy váltogatni fogom itt a végén egy kicsit, hogy izgalmasabb legyen a live. Villany Merci is Dedinki tornál voltál, de fele az is jó út, visszafele már nem volt jó. Akartam mondani, hogy szinte biztos, hogy Veszpaját ez a pislákolós lámpás. Kopott Veszp, ezt tegnap is mentek itt. Fölaláznak itt a Veszpákkal a gyerekek. 29-én már úton vagyok haza, 28-án van az utolsó live. Ugye? Igen. Pont szerdán jöttök, Toyota Tundra 4x4 V8, az szép. Gondolom fő van cicomázva, hogy még offroadosabb legyen a gép. Arra is emelkedik a fényképezőgépen már szinte magától, végre egy Porsche. Állé, állé, állé! Meg fogom is venni. Veszpával még különlegesebb hangulata lehet a passznak. Én is nagyon nyomnék itt egy Veszpa kört. Biztos nagyon jó lehet. Azt nem tudom, hogy mondjuk, hogy nap minden följönnék-e Veszpával, tehát hogy jönnék-e Veszpával dolgozni minden egyes nap. De el tudom képzelni, hogy összezon kipróbálnék Veszpával. Mikrofonom rakosgatom. Pietro, buongiorno da Palermo. De a BMW-n az egyik kolbászsütő jár föl alá itt nap mint nap, olyan tempóval megy a kanyarokba. Biztos időre föl kell érnie, hogy el tudjon kezdődni a műszak. Minden kanyarba gyakorlatilag csikorogva veszi be a dolgokat, a kanyarokat. Egy herged Veszpa PK, az jó kis pattogos, két éve még WC-re is azzal járna, Gáborom. Ezen rögtem az előbb. Nincs kizárva.
Érdekes, András, szia, Alaskai András, megkérdezed, hogy ez hol van, majd utána odaérő, hogy itt voltam 2 hete, most akkor tudjuk, vagy nem tudjuk, hogy hol vagyunk, hol voltál 2 hete, akkor hol voltál 2 hete? Robinak is felkeltette a kíváncsiságát ez az összefüggés így. De Pasztodello Stelvio, azért nagyon szívesen elmondom, mert néhányan biztos most jöttek be az adásba. Ausztriára tippeltél, András, nem ez Olaszország. Anthony, hello from Malta, nice to see you. From Pasadena, Stelvio. Look around a little bit. That was the smallest wheelie ever. But that's perfectly fine for me, guys. Please don't do wheelies. It's not really legal. Kiestél? Merre vagy? Noel is kérdezi, Stelvio passzon vagyok. Pali bácsi, mi célból csinálod ezt az egészet? Szórakoztatási célokból. Robi szerint acélból. A kanyar fotó fényképeket készít ezeken a helyeken, ilyen csodás kanyarokban, mint például a Stelvio passznak a 10-es kanyarja a Prátói oldalon. Ezeket a képeket meg lehet vásárolni a honlapunkon keresztül. Mindjárt be is mutatom az itteni nevünket, íme itt az itteni nevünk. Ezt otthon kanyarfotó.com-nak hívjátok. Ezen a honlapon keresztül lehet megvásárolni a képeket. És mindenki, aki itt elmegy, hát nagyjából mindenki az le lesz fotózva. Pisilő bácsi van megint ott a háttérben? Élesség. Vajon mi Porsche-ról leugrott? Itt jön vissza a másik Porsche. Matrixon megint tekerni kellene, mert túl sok Porsche-t dobálgat be. Nézd meg, ott tényleg ott kezd el slozizni a bácsi a kamera előtt megint. Forgolódik, nézi, hogy hova álljak, merre álljak. Nem hiszem el, gyerekek, hogy valakinek ennyire kell pisilni, hogy ott a kilátó teraszon neki áll. Akkor lefotózzuk őt is, jó? Megnézzük, hogy mekkora sugárral nyomja. Ez tényleg bunkóság, szerintem. Ezt már nem tudom máshogy hívni. I think everybody, guys, can move a little bit somewhere, a little bit more private, right? To do these kind of things, not right in the front of me, not... Not right on the edge of a sightseeing or a lookout point. That's a better word. Probably a lookout point. It's just nasty. It's not nice. You don't want to stop there. It smells. It's why? Why you would do that? That was the best spot he could have found here, right on the Stelvio Pass. People are sometimes so weird. I think some of the folks need not just riding lessons, but also some instructions what to do, how to do it, where to do it, and now he's standing there and taking photos the same spot. Misilos album is kellene most már tényleg.
olyan bunkóság szerintem, de tényleg. És most ugyanott áll a pacákkal, az előbb oda csorgatott. Tehát ez mi? Nem? Jaj, nagyon kell, nem bírok odébb menni, egy kicsit se. Itt kell kidobni, itt, ahol most vagyok, azonnal. Otthon is tuti, így csinálja. És most a haverja odáll, látod? Tehát nagyon jó pofák, mutassuk már meg őket egy kicsit. There you go. Just laughing in Hungarian language, but now he's standing exactly in the same spot where he was doing that stuff before. I'm not even saying it, but I don't want to be banned if you can't show. I even afraid to say those words. Smoking cigarettes, then you can't show probably peeing people as well. Füsfüs, Tuareg. Ez jó pofa kis gép. Na, megint nem kapcsol be, megőrülök, hogy ezt miért csinálja. Nem tudom, miért csinálja, hogy elalszik a képernyő, és nem kapcsol be. Úgy, ez a bringás jány kimaradt. Leveszem a pulcsim, vagy a kabátomat, mert ők is kimaradnak. Ladát a Gardena passzon fotózott Miki kollégám, az ki is lett téve. Ráadásul magyar lada volt, 21, talán 07. Na most nézzek, most meg elkezdett a másik haver. Seriously, guys, right in the front of me, like second time. Behave yourselves a little bit. Róla is csinálok egy fotót. Na, hát erre büszkék lehettek, hogy körbenéztek, aztán utána oda pisültek. Hát ez szégyen gyalázott, gyerekek, tényleg. Jó láthatósági mellény, mert mindenki biztosan jól lássa, hogy ott áll. És most meg ott állnak, néznek? De ott nem értem ezt a... Esküszöm, nem értem ezt a... Ezt a viselkedést, ez rettenetes tré. Mi a neve? Mikinek szerintem Török Miklós néven van fönt, vagy Török Miki néven van fönt, és benne van ez is, hogy kanyarfotó. Tudta, hogy osztrák vagy német, ezzel én is most egyet értek, de majd leolvassuk a rendszámokat, nem, őket nem is fogom lefotózni, mert nagyon bunkók. Mi történt azokkal, akik ott állnak? Hogy miért vagyok rájuk mérges?
that was a little bit rusty, this RV. And look how they are standing right there now, casually, like, oh, I didn't do anything. It wasn't me. Ali, Ali, Ali! In the middle of the frame, by the way. So they're going to be visible in every single shot that I'm taking. And then they might complain that their face is recognizable on our photos. That's the funny part. Alvin, hello, we will visit next week from the Netherlands. Kurvafoto.com will be here throughout whole September. I will leave next week Thursday. That's my last day is Wednesday for me. So if you don't see me or you don't see the live, don't be scared. My colleagues will be still here and they gonna take really nice photos of you guys. Have a safe trip to Stelvio Pass. Gaben kérdezett, hogy ilyenkor mit szoktam enni, szendvicset? Általában szendvicset, ma nápolyit hoztam föl. Luca Tolni, üdv, nagyon jó a csatornát, bekövettelek. Köszönöm szépen, nagyon örülök minden új követőnek. Nálunk télen, nyáron készülnek a friss posztok, úgyhogy szezonon kívül se fogtok majd maradni vicces dolgok nélkül, meg vicces videók nélkül. Annyi nyersanyagom van, hogy sose fogy el. Problem. The funny thing is here on Stelvio Pass that you can pretty much tell right away who's a talented writer and who's missing quite a few writing skills. It's from this point of view, it's a really nasty road. Too honest. It shows all the problems with the riders, like almost right away. Maserati. Na ezt így, ahogy van, ezt akkor köszönöm szépen, és akkor ez bebírálni a garázsba most, már holnap is. Nem tudom, miért fotóztam le erre, hogy felemelkedett a fényképezőm, lehet, hogy megéreztem, hogy őt ez nagyon fogja érdekelni, mint ez a kombi szuperbé szürke, vagy ez a Skoda Roadster, RV-kat, azokat továbbra se fogom lefotózni. As a hi from the UK, I would love to ride that road. Well, I recommend it. Quite a few of you guys already put it on a piece of paper, write it up, and place it on the fridge. This whole sentence that I would love to ride Paso del Stelvio, and ali ali ali, you will see that these things can come true that way, because then you have a motivation every day to work for it, to make plans, or save up some time for a travel like that. It's not that easy from the UK, I understand it's quite far.
Oh, nice. Oh, it has a nice, very nice engine sound. It's hol van? Passo dello Stelvio, this is Stelvio Pass. In Italy, Olaszország. Árvikat miért nem fotózom, mert ők forrolnak a szálláson is. Ők nem vásárolnak fotót. Nem tudom, miért nem vásárolnak fotót, hogy kölcsönzött a legtöbb lakóautó, vagy nem tudom micsoda. We should warn the third guy that those two were just peeing there. He don't want to step in it. That's not the morning wetness on the flowers. It's something else. Motoros rendőrök nem járnak oda föl. Láttam el motoros rendőr, de azért az ritka, mint a fehér holló. Itt inkább autóval szoktak följönni. Allé, allé, allé! Let's show the view instead of those two guys standing there. Look at that, that's Ortler in the front of me covered by the clouds. It's 3,906 meters tall and on the right side of it, look at those clouds. It was like that since the morning. It's like when your bath is full of water and there is foam on the top and it's coming out. Like that. Looks really nice. Allez, allez, allez! Buongiorno! Allé, allé, allé! Ma nagyon szigorú tekintetű bringások vannak. Szabocs. Megkérdezhetem, hogy miért hagytad ki az L betűt a nevedből? És úgy írtad, hogy Szabocs. Ha már te is ilyen jókat tudsz kérdezni, akkor hadd kérdezzek én is ilyet. Meg azt is meg szeretném kérdezni, hogy honnan tudod, hogy kik nézik ezt a live-ot, Szabocs? Szerintem ők még várják, igen, a következő adagot, hogy még kitegyék a reggeli harmatot még oda, és én nem adtam volna oda a telefonomat nekik, mert össze van izélve a kezük. Hát ez az, amikor nem tudod, hogy ki mit csinált előtte, mielőtt átadod neki a telefonodat, ezért inkább nyomjatok selfit, ne kérjetek meg senkit, hogy fotózzon le titeket, mert ilyenbe lehet belefutni. Pipi is nézi, és ő szlovák. Íme egy jó példa, az imént volt valaki, aki Angliából köszönt be. Köszöntek be már ma Máltáról, köszöntek be már ma Olaszországból. Sok helyről nézik. Tanuljatok meg inkább ti is angolul, aztán mehet egész nap angolul a live, és akkor mindenki fogja érteni, mert az én magyar angolomat minden magyar megérti. Üdv Ausztriából. No.
So if you are planning to come to Stelvio Pass, I think pretty much that you need to learn, but you need to learn it very well, how to stop in a curve. Ale, ale, ale! That's the biggest secret of riding a pass like this, because if you know how to stop in a curve, then you won't be in trouble. Because pretty much this is the way how they drop their motorcycles. They have no idea how to stop in a hairpin curve like this. It has a very steep angle. And if you are not aware of this and you are leaning your motorcycle, like let's say you are driving or riding up from the bottom, so this is a right turn for you and you're leaning to the right, obviously, and suddenly somebody stops in the front of you, or I don't know why you decided to stop, but you wanna stop in the middle of the curve, all you need to do is turn a little bit towards the left, straighten out your motorcycle, and then you can easily reach the ground. Hajrá, magyarok, you can easily reach the ground with your left foot, not with your right foot. So if you're driving up, it's this side, left foot. I know that it sounds strange because you were just leaning to the right, but believe me, if you turn your motorcycle a little bit to the left, then it will straighten up, or yep, and then you will be able to stop and you will be able to put down your left foot. The other important thing is that you keep the following distance from other vehicles the safe, like this. Makes no sense. Is that the Hungarian guys? They stopped here before. I don't know what was going on. He was asking why he stopped here. Magyarok voltak, vagy magyar srác. Mind a kettő magyar volt, de marha jó. Tehát, hogy mi volt a terv? Szintén, ugye nem lehet hajtókanyarban előzni. That was a perfect example, by the way. I mean, at least he was able to stop properly, right? But it's a perfect example why you don't pass anybody in a hairpin curve like this. No matter that they were Hungarians, both of them. You cannot ask this question, why the car stopped? Because, why not? Got scared of the other car, or I don't know why, but they can stop suddenly. And this is the reason why I keep saying that you need to keep the right following distance, and then nobody will stop, because, I mean, no. Let me rephrase it. Nobody will force you to stop. Ali, ali, ali! Érdekes jelenet volt egyébként, ők megálltak már nálam két nappal ezelőtt, ez a banda itt a kanyarban. Jogtalanul kérdezte, hogy miért áll meg az autó, nagyon jogtalanul kérdezte. Az autók már csak ilyenek, ezért mondom mindig azt, hogy követési távolságot a passzon be kell tartani, mert az autók azok ezt csinálják, kanyarodnak föl, itt meglát valakit, és akkor jaj, és akkor megáll, és ha meg te nem tartod a követési távolságot, akkor könnyen problémába keveredhetsz, mint például ez a magyar srác. Egyébként az autó is magyar volt, úgyhogy legalább mondjuk a biztosítás nem lett volna nehéz el. Oda nézd a madarakat elintézni. Hát honnan jött ez a sok madár? Oda nézd. That's some
That's some scene up there, right? I mean, it's a little bit scary because, you know, plenty of them right above my head. You know what is happening when plenty of birds right above you. Jön a nagymadár, biztos. Oda, leszálltak. Hitchcock movies starting here. Probably. Bízom benne, hogy visszafelé megáll, és el tudod mondani, mennyire buta volt. Szerintem az is lehet, hogy majd megnézik ezt az adást, és akkor hallani fogja erről a véleményemet. Igen, ez teljesen butaság volt, indokolatlan. Az egész mozdulatsor indokolatlan volt. Itt értem én, hogy de jól néz ki, hogy itt így több rétegben köröznek a madarak fölöttem. Én értem azt, hogy lendületesen akart menni, és olyankor mindig... Idegesítő van előtted egy lassú autó, de az előzésnek megvannak a szabálya, és ez nem a hajtókanyarba történik. Lőjem le a live-ot, hogy legyen meg. Egyébként nem rossz ötlet, mindjárt megnézem, hogy mennyi az idő. Egy óra eltelt. I'm gonna restart the live, guys. So I will have the first hour separately. Please come back in 2 minutes or 3 minutes. I will restart in a new live. Please come back to enjoy and have a longer conversation about this and that, and that and this. Most lelövöm a live-ot, jó, és akkor mindjárt egy 2 perc múlva indítom újra a következőt, és akkor ezt már nem veszi el senki tőlünk. Jövök vissza mindjárt.